Oltási akciónapokat hirdetnek Bátaszéken január első hétvégéjére. Dr. Kovács Klára és dr. Kostyál Artúr várja az oltakozni vágyókat a Kossuth utcai rendelőben január 7-én pénteken délután 2 órától este 6 óráig, és január 8-án szombaton délelőtt 10 órától este 6 óráig. Érezhető az ünnepek után is, hogy nagy a betegforgalom. Egyrészt a koronavírusos betegek, lázas betegek érkeznek tesztelésre, vizsgálatra. A már gyógyult betegek karantén feloldását követően érkeznek a táppénzes papírükért, és a szokásos betegforgalom, vérnyomás betegek, hasi panaszok megtöltik a várót, nálunk jelenleg az udvaron is várakoznak. Ezért én örültem annak a kezdeményezésnek, hogy nem rendelési időben oltunk, hanem egy hétvégi napon, péntek délután, szombaton meghívhatjuk a város lakóit, saját pácienseinket, illetve a mellettünk dolgozó praxisok pácienseit, akikkel egyébként egy praxis közösségben vagyunk, hogy jöjjenek el és vegyék föl az első, második vagy harmadik oltásukat. Úgy látom itt az elmúlt hetek során, hogy elindult újra az első és második oltások iránti érdeklődés, és picit enyhült a harmadik oltások felvétele. Azt gondolom, hogy mivel februártól a védettségi igazolvány már 3 oltáshoz lesz kötött, számíthatunk arra, hogy a hétvégén levő oltási napokon nagy érdeklődés lesz. Meg is rendeltem már erre az oltóanyagot, konkrétan 60 Pfizerrel, 20 Modernával, 40 Sinopharmmal és 2 doboz, tehát 10 adag Janssennel készülünk az oltási napra. Az oltásokat pénteken 2-től 6 óráig, illetve szombaton 10-től este 6 óráig fogjuk beadni. Nagyon fontosnak gondolom, hogy jelezzük, hogy az oltásokra regisztráció és előzetes jelentkezés nélkül lehet jönni. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti lakosokat várják. A doktornő hozzátette, eddig is nagyon fontos volt, hogy védettséget szerezzenek az emberek, de most az Omikron nevű vírusvariáns magyarországi megjelenésével még égetőbb lett a mielőbbi vakcina felvétel. Azon kívül, hogy hétvégén oltunk, az oltás sürgősségét szeretném, fontossága mellett a sürgősségét is szeretném hangsúlyozni, mert a delta variánsból még ki sem lábaltunk. Tudjuk, hogy itt van az országban az Omikron, aminek a terjedő képessége meghaladja az eddigi variációkét. Ezzel kapcsolatban egy nagyon szemléletes orvosi cikket olvastam, ahol úgy fogalmaztak, hogy az eredeti wuhani variáns 100 betegből 200-at egy hónap alatt csinált, a delta variáns 100-ból 200-at 10 nap alatt hozott létre, és az új Omikronnál pedig több területen észlelték, hogy 100-ból 200 3 nap alatt jött létre. Tehát arra kell számítani, hogyha egy helységbe, osztályba, családnak a nappaliába egy omikronos tartózkodik, beleköhög, akkor a környezetében levők mind elkapják a vírust. Értem én, hogy valószínűleg enyhébb lefolyású, de a nagy számok alapján a sok enyhe között biztosan elő fog fordulni néhány súlyos eset is, mind ahogy a delta variánsnál is volt a településünkön, illetve az ügyeleti ellátási területén. A delta variáns kapcsán mi 2 halálesettel találkoztunk, mind a 2 mélységesen megráz bennünket. Törekedjünk maximális oltottságra. Azért, hogy minél kevésbé kelljen korlátozni a találkozásainkat, hogy találkozhassunk egymással, és életünk hasonlítson a vírus előtti időszakba zajló élethez, munkához, szórakozáshoz. A maximális oltottságot én egyénre nézve is értem, tehát legyen bennünk 3 oltás, és a társadalmi felelősség részére nézve is, hogy biztassuk a körülöttünk levő embereket, hogy ők is vegyék fel az oltást, mert az átoltottsággal tudjuk megakadályozni a vírus terjedését, így érünk majd a járvány végére. Aki tehát még nem vette fel az első, második vagy harmadik oltást,
az megteheti január 7-én és 8-án előzetes regisztráció nélkül Bátaszéken, a Kossuth Lajos utcai rendelőben.